A Debreceni Egyetem Klinikai Központ onkológiai osztályának fejlesztéséről számoltak be az érintettek április 25-én sajtótájékoztató keretében. Berényi Ervin, a klinikai központ elnöke úgy fogalmazott, a daganatos megbetegedéssel küzdők különösen kiszolgáltatottak, ezért példaértékű lehetőség volt ez a korszerűsítés a klinika életében. A daganatos betegségben szenvedőknél rendkívül lényeges, ugyancsak máshogy is, csak itt sokkal komplikáltabb, a betegutaknak az ellenőrzése minden egyes pontban. Magyarországon évente átlagosan 70 ezer új rákos megbetegedést ismernek fel a szakemberek, melyből mintegy 30 ezer eset halállal végződik. Eszerint hazánkban minden negyedik ember valamilyen daganatos megbetegedésben veszíti életét. Erről Árkosi Péter, az onkológiai klinika igazgatója adott tájékoztatást. Elmondta, a fejlesztés hozzájárul az érintettek szakszerű és gyorsabb ellátásához. A zsúfoltság mindenképpen csökkenni fog. A daganatos betegeknek a száma az magas, sok, de én úgy érzem, hogy egy ilyen helység és ez a kezelőszék, amelyen a betegek végül is a kezeléseket kapják, és azért ez egy forgórendszerű megoldás, így a hatékonyság is növelhető a betegellátást illetően, és a zsúfoltság csökkenthető. A korszerűsítésnek köszönhetően a fekvőbeteg részlegen kialakított egyágyas fürdőszobás korteremben vendégágy is helyet kapott, így egy hozzátartozó együtt töltheti az időt a kezelésben résztvevőkkel. Emellett 5 új kemoterápiás kezeléshez használt szék áll rendelkezésre a betegek ellátásához. Az eszközök azon túl, hogy kényelmet biztosítanak, MP3 lejátszóval vannak felszerelve, így a betegek a terápia alatt nyugtató zenét vagy szöveget, vezetett meditációt hallgathatnak, ami hozzájárul a szorongás és a depresszió csökkentéséhez. Mindez kiemelten jelentős, hiszen a daganatos megbetegedéssel küzdők egy-egy alkalommal akár 6 órát is eltölthetnek a kezelőszékben. Tényleg nagyon kényelmes, mert nagyon hosszú időt töltök itt, 6 órát egyfolytában, és nagyon nem mindegy, hogy milyen helyzetben pihenek, és most ez az MP3 lejátszó ezzel a zenével nagyon-nagyon nyugtató, kikapcsoló. És ez nagyon fontos, mert azért ilyenkor nekünk minden perc, minden óra sokkal jobban felfokozódik, sokkal tovább tart, és nagyon fontos, hogy tereljen és oldja be a bennünk lévő feszültséget. A fejlesztés mintegy 10 millió forintból valósult meg.